Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következenek kiemelt híreink röviden. Budakalászi református gyülekezet. Idén is több nyári táborral készülnek. Egészségfejlesztési iroda. 6 részes torna videósorozattal segítik a lakosság egészség megőrzését. Házhoz menő lomtalanítás. Július 1-től igényelhető újra a szolgáltatás. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is károkat és sok gondot okozhat, ha nincsenek megfelelően tisztán tartva az átereszek, a vízzel vezető árkok. A következő napokban is nagy az esélye a lokálisan előforduló heves zivataroknak, amik miatt az úttesten, a járdán vagy a kertekben gyűlik össze a csapadék, ha a vízzel vezetők nincsenek megfelelően karbantartva, ami az ingatlan tulajdonosának, használójának feladata. A vízelvezetők karbantartását két helyi rendelet is előírja, amit az önkormányzati városrendészek ellenőriznek. Mulasztás esetén a hatóság két figyelmeztetés után a hivatalnak adja át az ügyet. Bírságot is kiszabhatnak az ingatlan tulajdonosokra. Kisoroszi nagy tábor, napközis tábor és konfirmandus tábor. Többi között ilyen nyári programokat terveznek idén a budakalászi református gyülekezetnél. Ezekről az eseményekről kérdeztük Berecki Őrsöt, budakalászi református lelkészt. Berecki Őrs református lelkész februárban érkezett Ceglédről városunkba a budakalászi református gyülekezet hívására. Pár héttel később a koronavírus járvány miatt a templomnak be kellett zárnia, így a TV Budakalász vasárnap délutáni műsor idejében tekinthették meg a hívek a református istentiszteletet. A kormány azóta megszüntette a veszélyhelyzetet, és nyári táborokat is lehet tartani, ami mindig fontos része egy közösség életének. Az első táborunk, ha sorrendben nézzük, akkor ma kezdünk egy konfirmandus tábort. A konfirmáció szó azt jelenti, hogy valaki, amikor felnőtté válik, akkor a gyülekezetbe ezzel befogadjuk, tesz egy kis vizsgát, hát ez nagyon rosszul hangzik, de sokkal hangsúlyosabb az, hogy befogadjuk a felnőttek közé, és ő is vehet majd úrvacsorát, ahogy a többiek. Minden közösségben ez megvan, katolikusoknál bérmálásnak hívjuk, de a szó ugyanaz, megerősítést jelent egyébként. De lényegében ifjúsági táborról van szó magyarul, ráadásul itt összecsaptuk az összes fiatal, tehát gyakorlatilag 14-től 30 éves korig mindenkit várunk, ma este kezdjük az első ilyen villámtábornak nevezett 2,5 napos alkalmunkat. Napközis tábort is rendez a budakalászi református gyülekezet, ahová nem csak a közösség tagjait, hanem minden gyermeket nagy örömmel várnak. Van egy olyan táborunk, amelyik nem csak nekünk szól, ez az a bizonyos napközis tábor, amire rákérdeztél. Ennek az időpontja úgy van, július 20-tól 24-ig lesz, hétfőtől péntekig. Ennek a tábornak az a jellemzője, hogy óvodástól harmadik osztályos korig várjuk a gyerekeket, tehát kisgyerekeknek szól. A lényege az, hogy reggel ide tudnak jönni a gyerekek, és este lehet elmenni értük, nyilván ez a napközis tábornak a definíciója, és itt játszunk velük mindenfélét. Ide olyanokat is várunk, aki egyébként nem kapcsolódik a gyülekezethez, de például most a vírus miatt nagyon nagy gond, hogy dolgozni kell, a szabadság már elfogyott, hova tegye a gyereket, tehát kimondottan ez nyit mások felé is. Létszámgondok szoktak lenni, mármint hogy túl sok jelentkező van, de reméljük, hogy az idén meg tudjuk ezt oldani. Nagyon nehéz megbecsülni most, vírus miatt össze-vissza mennek a létszámok. Van, ahol többen vannak, van, ahol jóval kevesebben, de azt hiszem ez nem csak a mi gondunk, hanem minden közösségnél, minden munkahelyen van egy felbojdulás, ez kiszámíthatatlan. A napközis tábort július 20-a és 24-e között szervezik meg a budakalászi református gyülekezet termében, de emellett a várost is jobban megismerhetik a gyerekek. A napközis tábornak mindig nagyon-nagyon hangsúlyos része a zenélés. Ez azt jelenti, hogy akinek csak valami hangszere van, elhozza a nagyobbak közül, és akkor egy jó órát szoktunk énekelni az elején, és egy jó fél órát szoktunk énekelni a végén. Lehet, hogy ez túlzásnak tűnik, ez az egy óra, így elsőre, lehet, hogy nem is pont egy óra, de mondjuk sok 10 percen keresztül mindenféle éneket, így kánonba, úgy kánonba, egyik fele énekel, másik fele, ezeket nagyon szeretjük. Természetesen mindig van valamilyen lelki tanítás, tehát próbálunk áhítattal, egy-egy bibliai történettel, gondolattal segíteni a gyermekeknek a gondolkozásában, a felnövekedésében. Természetesen van egy-egy témánk minden nap, amit megpróbálunk kidolgozni, egy nagy mesélés, amit aztán csoportokra bontva feldolgozunk mindenféle kézműves módszerekkel. És ezen felül pedig magától értetődően rengeteg játék van itt az udvaron, az épületnek a különböző
helységeiben és a falun belül is, bocsánat, a városon belül is el fogunk menni ide-oda, Káváriára, ilyen magától értetődő helyeket végignézünk, gyülekezeti tagjainknak a munkahelyét megnézzük. Szóval ilyen érdekes kisebb kirándulásokat teszünk néhány száz méteres elérhető körben. Berecki Őrs elmondása szerint a tábornak különleges pedagógiája van, amely semmivel sem helyettesíthető. A tábornak egyetlen egy célja van, abban a néhány órában, vagy abban a néhány napban, az ottalvos tábor az még jobb, kénytelenek vagyunk elviselni egymást, akik ott össze vagyunk zárva. Iskolában is el kell viselni egymást, de ott van még egy cél, hogy meg is kell tanulni ezt, meg azt, meg amaszt. Itt meg nincs ilyen még egy cél, tehát az az egy cél, hogy kibírjuk egymást. Ezt persze idézőjelben mondom, a kényszer nagy úr. Az ember kénytelen szembesülni egy-egy társának az életével, létezésével, és egy kisgyerek még sokkal érzékenyebb erre. Ennél nincs fontosabb dolog. Hogyha valaki egy néhány napos tábor alatt nem tudja elviselni a társait, akkor hogy fogja az életében elviselni a házastársát, meg hogy fogja elviselni a munkatársait. Lényegében egész egyszerűen erről van szó, és mivel ez egy kényszer, ha nekem elsőre nem is tetszik az a másik, abban a néhány napban kénytelen vagyok ott elfogadni, meglátni, sőt, akár még össze is barátkozni vele. Talán így lehetne meghatározni ennek a különbségét. Ez a táboroknak, akár egy napközisnek, de még jobb egy ottalvosnak, ez az óriási előnye, ami semmi másra, vagy nagyon nehezen pótolható. Hogy beszélünk erről, hogy elfogadni egymást, meg fele barátunk, de amikor ott van, akkor hát akkor ott is van. Akkor valamit kezdeni kell vele. A területi református egyházközségnek is lesz egy saját nagy tábor a Kisorosziban július 8-a és 11-e között. Természetesen a gyülekezetnek van egy fő tábora, vagy hát egy fő alkalma nyáron. Ebben én még nem voltam, ugye én most kerültem ide, de ez egy hagyományos helyszín, a Kisoroszi református templom melletti táborhely, amelynek a kapacitása körülbelül megfelel a mi gyülekezetünk méretének. Ez azért nagyon jó, mert nem muszáj ott aludni, vannak idősebbek, vagy van, akinek munkája van, hogy csak néha ki tud szaladni, vagy nem akar ott aludni, este hazajön. Ugye autóval Kisoroszi nem egy elérhetetlen távolság. Kimegyünk, és akkor ott vagyunk együtt nap, természetesen korosztályokra lebontva. Vannak csoportok, de vannak közös alkalmak is, és ott is együtt tudunk lenni. Berecki Őrstől azt is megkérdeztük, hogy szerinte ezek a nyári táborok mennyire fogják aktivizálni a közösséget. Én azt remélem, hogy nagyon, de két másik érzésem is van. Az egyik az az, hogy félünk a vírus miatt, ha valaki valamelyik táborunkban kap el betegséget, akkor az rajtunk ragad. Mégis vállaltuk ennek a kockázatát, mert ez a másik érzésem. Hiába jöttünk ide februárban, már március vége felé ugye bezárultak az ajtók, és onnantól itthon ültünk mi is a lakásba. Én tudtam csinálni anyagokat, az én videóimat, írásaimat olvasták a gyülekezetnek a tagjai, de én nem tudtam őket jobban megismerni. Tehát lassan fél éve itt élünk, de mégis olyan, mintha még csak másfél hónapja lennénk itt. Ezért én nagyon, nagyon számítok a nyára, hogy ezekben a táborokban végre én egy kicsit jobban meg tudom ismerni azokat, akik a közösségemhez tartoznak. Ők egymást viszonylag ismerik, minket is kezdenek megismerni, most már én szeretném ezt az utolsó hiánypótló lépést megtenni. Számos nyári programmal készül tehát a református közösség az idei nyáron. Ha valaki nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét, akkor a július végi napközis tábor tökéletes megoldás lehet. Gyors kormányhivatali és más hatósági döntések születtek május közepén a Lupató mellett a vízbázis védelmi területen épült óriás parkolóról. A parkolónak nincs környezethasználati engedélye, mégis megadta a fennmaradási és forgalomba helyezési engedélyt a Pest megyei kormányhivatal közlekedésfelügyeleti főosztály útügyi osztálya. Kizárta Budakalász város önkormányzatának jegyzőjét a kormányhivatal illetékes főosztálya. A jegyző a hatósági eljárásban korábban szakhatóságként is eljárt. Az önkormányzat álláspontja szerint az engedélyező határozat jogellenes, több jogszabályban megfogalmazott rendelkezést figyelembe véve. Ezért és a jegyző kizárásáról született döntés miatt Budakalász város önkormányzata a Budapest környéki törvényszékhez fordult segítségért. Szakemberek bevonásával segíti az egészségfejlesztési iroda a lakosság egészségmegőrzését a Szentendrei járás 12 településén, köztük Budakalászon is. Az EFI munkatársai folyamatosan igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét a mozgás fontosságára.
Enyhültek a járványügyi intézkedések, fontos, hogy a veszélyeztetett személyek továbbra is odafigyeljenek magukra, és kerüljék a kockázatot jelentő eseményeket, helyszíneket. Ebben nyújt segítséget az egészségfejlesztési iroda a TV Budakalásszal együttműködve. Ahogy betoltam a nyaki gerincemet, ugye elkezdem egy kicsit hátra billenteni, és szép lassan hozom vissza, és csak utána engedjük el. Hétfőtől Kassa Noémi gyógytornász gyakorlatai hozzák mozgásba a TV Budakalász nézőit. Szakértők szerint a tényleges mozgásszegény életmód olyan életvitelt jelent, amelyben 8-10 órán keresztül nem szerepel aktív mozgás. A fizikai passzivitás során az anyagcsere, a vérkeringés és a nyirokkeringés egyaránt lelassul. Ez ellen szeretne tenni a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda legújabb videósorozatával. Ez egy ilyen általános, tulajdonképpen frissítő torna nevet adtuk neki, mert pont az a lényege, hogy minden korosztály számára legyen átmozgató jellegű torna. Az, hogy így nem kifejezetten specifikus gyógytornáról van szó, mert érdemes annak, akinek problémái vannak, ízületekkel nagyobb problémái, mint hogy jaj, néha-néha fáj a derekam vagy térdem, akkor szakemberhez fordul, mert hogy ugyanúgy gyógytornára elmenni rendelőintézeten belül. De amúgy ezt ajánlanám így sportolóknak, átmozgatás jelleggel, időseknek csak úgy önmagába, torna jelleggel, egy ilyen általános frissítő kis reggeli, délután vagy este felé elvégzendő ilyen kis nyújtással, mobilizálással kombinált kis gyakorlatsor. Igyekszem majd elmondani a gyakorlatok között a torna alatt, hogy mi az, amit azt az egy-két gyakorlatot érdemes minden nap csinálni, így ülő helyzetben, akár a számítógép előtt egyszer-egyszer megállva egy-egy percre, hiszen amúgy is jó a munka közben egy picit szusszanni, és akkor közben elvégezzük ezt az egy-két gyakorlatot. Amikor passzív ülő munkát végzünk, testünk energiatakarékos üzemmódba kapcsol, alig éget kalóriát. Ezek miatt alakulnak ki később azok a súlyos betegségek, amelyek csoportját az orvosok gyakran nevezik ülésbetegségeknek is. A fiatalabbaknak is pont azért, mert ők is hát egyre inkább sokkal többet ülnek, mint régebben. Nagyon sok a görnyedés, akár suliban a pad fölött, de hát akik az ülő munkát végzik, amiből szintén egyre több van, ott meg óhatatlanul észre sem vesszük, hogy ilyen előre tolt nyakkal ülünk, gúvadva gépet magunk elé és gépelve, úgyhogy az is egy eléggé a pár év alatt azért ki tudja alakítani ezeket a eltorzulásokat is csigolya szinten is akár, de hogyha ezt meg tudjuk előzni, akár ezekkel a gyakorlatokkal, kis mobilizációval mondom meg, lenyújtani azokat a begörcsölt izmokat, azzal már sokkal tudunk magunkért tenni. Reményeink szerint hamarosan nem csak tévén keresztül, hanem kint a szabadban is lehet majd végezni ezeket a torna gyakorlatokat az EFI szervezésében. Amit még előre tudunk, hogy a Postástrandon lesz valamikor ilyen lakossági torna, még azt sem tudjuk, hogy pontosan mikor, meg a Nordic Walkingok is újra fognak indulni a praxis közösséggel együtt összefogva, és hogy erről érdemes a Facebook oldalon, vagy a honlapján, az EFI irodának a honlapján érdeklődni, mert ennyit tudunk még mi is egyelőre. Kassa Noémivel tehát jövő hét hétfőtől 19 óra 20 perctől a TV Budakalászon keresztül 6 héten át együtt tornázhatnak az érdeklődők. A Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda további programjairól az efi.szentendre.hu oldalon tájékozódhatnak. 2020. július 1-től ismét lehet igényelni a házhoz menő lomtalanítást a Zöld Bicske Kft-től. A lomtalanítás alapvetően arra szolgál, hogy megszabaduljunk az olyan kommunális hulladéktól, ami a kukába nem fér bele, így a heti szállítás alkalmával a Zöld Bicske kollégái nem tudják elszállítani. A lomtalanítás során a feleslegessé vált bútorokat, háztartási textilárukat, matracokat, kerékpárokat, rollereket, műanyagárukat, hordókat, síléceket, szánkókat, gyereküléseket, babakocsikat helyezhetnek ki a szolgáltatást igénylők. A környezet védelme érdekében 2019 óta a személygépkocsi gumiabroncsokat és az olyan elektronikai hulladékokat, amelyeknek nem hiányzik alkatrésze, valamint az üvegcsomagolási hulladékokat is átveszik a lomtalanítást végző munkatársak. A kihelyezett lom mennyisége maximum 6 köbméter lehet. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön is gyakran zavarhatják gomoly felhők a napsütést, ismét több felé várható záporzivatar. A Dunántúlon, valamint a déli tájakon élénk, erős lehet a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. 2020. július 1-től ismét lehet igényelni a házhoz menő lomtalanítást a Zöld Bicske Kft-től. Több nyári programot és tábort is terveznek idén a budakalászi református gyülekezetnél. Jövő héttől 6 héten át frissítő átmozgató tornasorozattal jelentkezik a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda gyógytornásza a TV Budakalászon. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Nézzék továbbra is a TV Budakalász műsorát, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!